Beszéljünk egy picit a házasságról. Amikor az egyik fél úgy öltözik, ami a másiknak nem tetszik. Mi a tanácsotok ezzel kapcsolatban? Hogyan lehet itt, hát nyilván finoman kell gondolom azért terelgetni a másik szemét, itt függ attól, hogy nőről, férfiről van szó. Mit lehet egy ilyen helyzetbe tenni? Hogy férfi mit tehet, hogyha a felesége nem úgy öltözik, ahogy ő hát ezt szólni szeretné. Kell, nyilván nagyon szeretettel, meg kedvesen. Kedvesem, ez a ruha neked nem áll jól. Ennyi néha elég is, kész. Ennyi elég is. Tehát figyelj, nekem ez nem annyira tetszik. És akkor én azt gondolom, ha jó a kapcsolat, hogyha nincs köztük feszültség, hanem az egyik a másiknak a hajlika, hogy mondja, hogy engedelmeskedik egymásnak Isten félelmében, azaz, hogyha van a hajlékonyság mind a két oldalról, akkor szerintem meg lehet ebbe szépen egyezni, azt gondolom. Meg pozitív üzenetekkel is, hogy ez milyen jó ez a ruha, azaz ezzel már tudod terelni pozitív irányba, amit neked tett, ami az embernek tetszik, ami meg nem az, meg hát ez szerintem ez nem annyira jó, igen. Nem előnyös. Hát finoman úriember módjára, azt gondolom. Ez a úriember, tisztelni kell a másik, az nem szabad. Hát hogy nézel ki? Ezt van. Azok biztos, hogy csak azért is hoznák ki, nem hát tudom, kinél lehet. Hogy, de nem esik jól, meg hát tényleg igen, is. Igen, ha nem úgy, hogy a... Meg ha látom, hogyha az ember így dicsér, azt mondom, az egyfajta vezetés, irányítás tud. Most nem azt mondom, hogy irányítás, ez rossz szó, de hogy egyfajta vezetés tud adni. Motivációt tud adni abba az irányba. Igen. Irányba, igen. És milyen jól is esik, jól esik azt hallani, hogy ez jól áll neked, és az ember sokkal inkább akkor abba az irányba mozdul el, mint hogy erőltessen valamit, ami nem annyira. De és hogyha mondjuk nagyon durva, nem? Tehát hogyha mondjuk olyan, hogy valaki tényleg nagyon elfogadhatatlanul öltözködik, hát az egy kemény dió. De ott szerintem már nem csak arról van szó, nem? Tehát ott már más is van, hogyha valaki annyira elfogadhatatlanul öltözködik, akkor nem az ott az elsődleges probléma, hanem más van mögötte már. Igen. Vagy egy elvilágiosult, vagy egy eltávolodott szív, ott más a gyökér, és lehet, hogy a gyökeret kéne először kezelni, és utána magától nem kellene mondani, hogy mit vegyen föl. Vagy olyan nem. Barátnője van, vagy igen. Olyan közös van, ami, aki nagyon rossz hatással van. De nálunk ez sose volt, hogy nem tudom megmondani, mert nekem, hála az Úrnak, ilyen nem volt. Olyan volt, hogy olyan ruha volt, ami nekem nem annyira tetszett, és akkor mondtam, hogy hát ez nem olyan jó. Volt, hogy mondtam, hogy egy kicsit öregasszonyos. Na, az betette. Az használ mindig. Használt, igen. És akkor úgy így olyan volt, hogy azt mondtam, szerintem ez egy kicsit ciki. De hogyha csak ketten nem menjünk sétálni a Balcsiparton, az oké, jó, de hogy egyébként meg szerintem nem vett föl, ilyenek voltak. De hát ezek finom dolgok, amik igen. Azt gondolom, hogy belefér, és hát sőt, még segítség is volt a feleségemnek, és ő mondta, hogy fú, de jó, akkor legalább na, akkor az alakítsuk. És én meg tökre hagyom, hogy ő válaszol nekem ruhákat. Én nagyon utáltam vásárolni világéletemben, de rájöttem, hogy a feleségem szeretett nyelve az, ha elmegyek vele vásárolni. De jó. És megtanultam úgy szeretni, hogy ő szeretné, hogy szeressék, és eljárok vele. És az egyik megoldás az, hogy ő vásárol nekem. Azaz, mindenki jól jár. Mindenki jól jár. Ő nagyon élvezi, hogy engem úgymond ruházhat. és tök jó ruhákat választ ki. Tökre megbízok benne, nagyon jó, nagyon, nagyon pipec ízlés van, kicsit drága ruhákat választ mindenki, de mindegy, valahogy mindig ráér ez a jó húzós. Van szeme rá, hogy na ez. Van, igen, de nem baj, de így, ilyen módon azt gondolom, hogy így, ez így működik, nekünk így alakult ki. De eleinte azért volt ebből, mert nem szerettem elmenni ruhát vásárolni. Én magamnak jó, az jó van. Uh-huh. De így, hogy ő öltöztet engem, én egy picit őt, persze nyilván neki megvan a szabadsága abszolút, a ruhák választ meg, most már eleve olyanokat választ, hogy tudja, mint nekem mi tetszik, már eleve bekalkulálja, mivel szeret, hát nyilván hát így működik. Nekem sose volt lázadó feleségem, hál' Istennek, úgyhogy nem tudom, hogy egy lázadó nővel bánni. Talán a nőknek kicsit egyszerűbb, amit a Józsi is mond, hogy ugye tudják öltöztetni a férjüket, vagy hát kevés férfi szeret vásárolni szerintem, és ezért könnyebben ráhagyják a nőkre a választást, és így már kicsit könnyebb nekik választani. Neked mi a tapasztalatod, Rosi? Abszolút ugyanezt. Tehát mi is néha együtt, hogyha van arra időnk, akkor együtt elmegyünk, és akkor a Zoli is megszokta. Zoli bírja ezt? Szerintem ez milyen? És akkor nyilván a visszajelzésből, hogy mi az, ami jól áll neki, vagy ami nagyon ő, vagy megy a személyhez, vagy bármi. Tehát, hogy jó így elmenni együtt vásárolni szerintem, de nyilván mindenkinek, ahogy az ideje engedi.
én sem, hála az úrnak, nem volt soha ilyen probléma, hogy valami nem voltam elégedett, mert nagyon jó ízlés van, meg jól fel tud öltözni. De mondjuk azt, hogyha olyat kérdezel, hogy valaki nagyon slampos, és nagyon hanyag, és nagyon igénytelen, az nehéz ügy, mert... Igen, amit mondtál, máshol van a probléma ott más, a baj. Az igénytelenség, vagy annyira dacosan úgy öltözködik, akkor ott nem is az öltözködéssel van a gond, hanem valami mögötte van, és akkor inkább először azt kell megoldani, mert utána lehet, hogy ezzel már nem is kell. Igen, hát a slamposok általában depresszióval mögötte, vagy valami. Hát, vagy azt látta otthon, hogy annyira igénytelenül ott, az is, hogy az ember otthon hogy néz ki, az sem mindegy, ugye, mert ki mit hozott. Mackógatja. Hát. Kit érdelt? Mackógatja, strandpapucs, izompóló. Mondjuk az ember füvet nyír, vagy kertészkedik, vagy mit tudom én, lapától, akkor nyilván nem a legszebb ruháját veszik föl. Hát ezt kapom meg mindig a feleségemtől, hogy a legszebb ruhádban kell füvet nyírni. Mert én szeretek akkor otthon, még pozitív, otthon is szeretnék. Én otthon sem szeretek slampos ruhában lenni, hanem normális. Nyilván laza, az ember ott lazában van, de rendszeres, hogy mi lementél szerelni, mert szeretek bütykölni, lementél szerelni a legjobb ruhádban. Inkább ez legyen a baj, mint hogy az ember nem tud rendesen. Igen, hogy nem hát kell akkor nők otthon pongyolában minden. Azért ez a helyzet, hogy ez egy vidéki stílus. Az is, meg a kommunista rendszerben is szerintem kialakult ez a nejlon otthonka intézménye egyrészt, ami egyszerűen... Illetve hát férfiaknál is ugye nem adtak magukra. Tehát, hogy van egy ilyen háttér is az országnak, ami sajnos ebből fakad, hogy innen kell felhúzni, hogy a szocialista rendszerben ezek nagyon, hát nagyon igénytelenül voltak az emberek otthon. Mivel nagyon kevés időnk van, nagyon gyorsan a nyári táborozásról egy pár mondatot még. Most aktuális a nyári táborozás. Fiatalok hogyan öltözzenek fel ezekbe a táborokba? Hát szintén azt mondom, hogy funkcionális, nagyon fontos, hogy ne egy báli ruhába jöjjön, vagy magas sarkúba, vagy tűsarkúba. Például a Kisapátiban tűsarkú egyáltalán nem fog működni, vagy nem működik, ezt már most mondom. Tehát egyrészt legyen egy normális laza a nyári meleghez, tehát nem kell elmondani nyilván, hogy ne téli ruhába jöjjenek, illetve nagyon fontos, kiemelten fontos keresztény táborban egy lánynak például azt is bekalkulálni, hogy ne ő legyen ott a középpont, és ne vonja magára a fiúknak a tekintetét, ne ezzel próbálja meg fogni magának valakit, hogy úgy néz ki, ahogy nem kéne. Tehát erre nagyon kell figyelni, hogy addig érjen, nem utogasson magából sokat, legyen sportos, legyen laza, mert mondjuk Kisapátiban nem hiszem, hogy ott inkább a tényleg a természethez közel leszünk. Ott is erre is szerintem érdemes odafigyelni, hogy nem a legesleg fenszív, nem tudom, mit mondja. A tábornak a lényege a Isten igéjéből kivenni az áldást, nem pedig az a lényege, hogy most fogjunk valakit. És mindent alárendelni, tehát a ruházatot is ennek alárendelni, hogy egy közösségbe kényelmesen, kellemesen, testvéri módon tudjak kommunikálni, részt venni, nekem se legyen kellemetlen, másnak se legyen kellemetlen. Rá lehessen nézni, és ne úgy nézni. Rá, és ebben belefér a stílus, abszolút, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy akkor mindenki bénán nézzen ki, csak hogy ne ez legyen a fő motiváció. A süt a nap, és kimondnak, vegyenek sapkát. És igyanak sokat. Igen.